április 10-én rendezték meg a szerbiai nyílt nemzetközi motocross bajnokság horgosi futamát. A sporteseményre több mint 2000 ember látogatott el. A vadászház melletti terület természetes adottságai kiváló helyet biztosítanak a motorok szerelmeseinek. A nemzetközileg is elismert pályán hajmeresztő ugratásokból sem volt hiány. Az esemény nagyszerű élményt nyújtott a nézőknek. Szép a dolog, mennek a fiúk, nyomják. Legjobban tetszett az, hogy az én korosztályom is megindult a verseny, 50-en fölüliek. Igaz, még csak 3-an vannak, de itt vannak ők is, a régi riválisaim. Sok szép versenyző, sok motorra. Jó, meg vagyok elégedve, nagyon a szervezése, biztonságos, amennyire lehet, meg ma oldva, korlátok, stb. A motorverseny évről évre egyre népszerűbb. A borongós idő ellenére tömegesen érkeztek a nemzetközi rendezvényre. Volt, aki csendben figyelte a száguldó terepmotorokat, de volt olyan is, aki a gépek zaját túlkiabálva próbált bíztatni egy-egy versenyzőt. A futamra 6 kategóriában lehetett nevezni. A klasszikus crossmotorokon kívül a 4 kerekű quadok is megmutathatták, mit tudnak a terepen. A versenyzők és a csapatuk az úgynevezett depóban pihentek. A hangulat nem csak a pályán, hanem itt is önfelett volt.
A versenyen az MX2-es profi kategóriában 14-es rajtszámmal induló Pergel Márk esztergomi versenyző nyerte meg az első és a második futamot, így a kategóriát is. Tavaly is én nyertem ezen a versenyen, és nagyon nagy örömmel jöttem vissza erre a pályára, és szeretek itt versenyezni Szerbiába. Ez volt a 9. alkalom, hogy megszervezték a horgosi verseny hétvégét. Az első napon szabad edzéseket tartottak, ezt másnap délelőtt a kvalifikáció, majd délután a verseny követte. Többen is ellátogattak az eseményre, akik nem csak cross motorokat vezetnek, viszont a motorsport rajongói. A pihenőben sok sport, illetve túramotor sorakozott fel. Thank you.
az idén 82 motoros van, hát a környező összes országban, Bosznia, Horvátország, Románia, Magyarország, van egy szlovén versenyzőnk, minden évben populárisabb és jobb és jobb. A horgosi verseny volt az első állomása a szerbiai nyílt nemzetközi motocross bajnokságnak. A következő Csácsakon lesz. Vajdaságban legközelebb augusztusban a topolyai futamon láthatunk versenyzőket crossmotorokon.